A nagykörösi városvezetés 2015 óta küzdött azért, hogy Arany János születésének 200. évét nyilvánítsák aranyemlékévé, és a város forrást kapjon arra, hogy méltóképpen meg is tudja ünnepelni a kerek évfordulót. A polgármester a napokban kapta meg azt a levelet, amelyben arról értesítik, Nagykörös hatalmas összeget nyert az évfordulóra. Cire Szabolcs a sajtó munkatársai előtt olvasta fel a levelet. Örömmel értesítjük, hogy dr. Áder János köztársasági elnök úr vezetésével működő Arany János emlékévbizottság 1 milliárd 40 millió forint összegű támogatást nyújt Nagykörös város önkormányzata részére. A több mint 1 milliárd forintból számos kulturális eseményt, konferenciát szerveznek majd Arany János emlékére, számolt be a polgármester. Egyebek mellett lesz aranyiskolák találkozója, kórus találkozó és dobfesztivál, szeptemberben pedig természetesen aranynapok is. A nagykörösi aranynapokra, amit a város is nagyon szeret, a környékbeliek is nagyon szeretnek, de most nagyon szeretnénk magunkért kitenni, amit László Ditta össze is irogatott, szerényen 12,6 millió forintot igényeltünk, nagyon reméljük, hogy ebből is lesz valami. Megzeznésített Arany Balladák színpadi bemutatására a helyén színjátszó csoportnál. A megnyert összeg az 1 milliárd forint jelentős részét, mintegy 870 milliót az Arany János közérdekű múzeális gyűjtemény épületének teljes felújítására költik. A részletekről az intézmény igazgatója beszélt. László Ditta elmondta, a külső-belső megújulás mellett a cél, hogy újra múzeumi rangra emelkedjen a gyűjtemény. Tehát a legfontosabb tervünk az, hogy állandó kiállítást kapjon Arany János. Ez a jelenlegi vetítőterem, időszaki kiállító termek összenyitásával fog megtörténni. Jelentős átalakításon megy át a 180 éve, eredetileg huszárkaszárnyának épült múzeum, tette hozzá László Ditta. Modern, a 21. század követelményeinek megfelelő intézménnyé válik. Terveink szerint két nagy állandó kiállítótér és két időszaki kiállítótér teret fogunk kialakítani. Ehhez fog csatlakozni a múzeumi kávézó, a vinotéka, az infoterminál, és még sorolhatnánk. A múzeum előtti sétányt is felújítják, és elnevezik aranysétánynak. A múzeumi belépőjegy árak nem fognak drágulni, tette hozzá László Ditta. A helyi iskolásoknak pedig továbbra is ingyenesen lesz látogatható. A sajtótájékoztatón bemutatták a nyomdából frissen kikerült Nagykörös bemutató új kiadványt is.